Egy faluban játszódik a történet, egy városi fiatalember egy lakodalomba érkezik, de a helyszínen ragad, innen nem tud menekülni, furcsa történéseket tapasztal. A történet nagyon egyszerű. Egy lakodalomban játszódik, és a lakodalom után. És a főszereplő ott marad ebbe a falusi környezetben, és nem tud innen elmenni. Hogy ez, hogy őt zárják be, vagy ez az elme börtöne, ezt én nyitva hagyom, ezt majd a néző eldönti, vagy ez a halál, ahonnan nincs visszaút, vagy ez igen-igen reális szituáció, ezt se tudom. A vendég szerepében Mészáros Gábort láthatja a közönség, Kucsov Borisz a kalapost formálja meg. Az előadásban a Kosztolányi Dezső Színház kellékese, a Színművészeti Akadémiára készülő Szőnyi Márton is játszik. Bekerül egy térbe, ahol egy szobába, ahol egy fiatal lány mellett ébred, és akkor egyszer csak, minthogyha össze is adták volna, szóval mintha az ő lakodalmuk lenne, akkor egyszer csak megjelennek emberek, akik kölcsönkérik az autóját, akkor nem is kerül vissza az autó, akkor... És a végén pedig teljesen magára marad. Mindenkinek van ilyen élménye, hogy elmegy egy kisebb településbe, mint ahol él, és kisebbnek érzi azokat az embereket is, vagy másmilyennek érzi azokat az embereket, akik ott vannak, és ez a millió is egy kicsit ilyen zárt. Rengeteg tapasztalatot tudok szerezni, és így betekintést nyerhetek abba is, hogy milyen ez az egész folyamat, ahogy elkészül egy ilyen színházi darab. Az első ismétlő előadás 25-én kedden lesz a Kosztolányi Dezső Színházban.